Ebben a vizsgálatban a fűszerpaprika oldhatóságát fogjuk közelebbről megnézni. Ehhez szükség lesz 3 darab kémcsőre, desztillált vízre, étolajra és fűszerpaprikára. Az első kémcsőbe egy kevés vizet fogok engedni. A másodikba egy kevés vizet és olajat. A harmadikba csak olajat. Mindegyik kémcsőbe egy kevés piros paprikát szórok. Egy kicsit összerázom a kémcsövek tartalmát. Keveset várunk, és megnézzük, hogy mit tapasztalunk. Eltelt néhány perc, megvizsgáljuk a kémcsövek tartalmát. A vízben szemmel láthatóan leülepedett a piros paprika, tehát vízben nem oldódik. A második kémcsőben, amiben olaj is és víz is volt, azt látjuk, hogy feloldódik a felső fázisban a paprika, azt pedig tudjuk, hogy a víz sűrűbb, mint az olaj, tehát az olaj úszik a víz felszínén. Ebből már sejthető, hogy olajban oldódik a paprika. A harmadik kémcsőben viszont egyértelműen látszik, hogy a paprikának szinte teljes mennyisége feloldódott az olajban. Megállapíthatjuk tehát, hogy a fűszerpaprika olajban oldódik jól.